Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Én itt vagyok, képzeld el, egy szigeten, a tengerparton, egy szállodánál. Mutatom, hogy hol vagyok. Várj egy képen, hogy csak ide leültem, és kijöttem egyet a jetskivel, és itt álltam meg. Látod, ide le lehet ülni. Van egy pár ilyen pálmafa errefelé, egy ilyen napernyő, vagy fényernyő, vagy minek hívják. Ott álltam meg a jetskivel. Ott ilyen kisebb csónak, majd mindjárt megnézzük. És ott van valahol a szálloda. Ez nem olyan túl messze van tőlünk, körülbelül egy ilyen 20-25 perc volt, mire ide értem a jetskivel. Csak gondoltam, hogy egyet itt megállok, nincs itt amúgy senki se, képzeld el, az egész üres. És gondoltam, hogy körbenézünk, mintha le lehet ülni. Látod, itt van egy pár ilyen szép pálmafás, ott még egy repülő. Amúgy az előbb ez felszállt, próbáltam felvenni, de nem tudom, mennyit lehetett belőle látni, mennyit nem. Ott hátul, odáig nem tudom, hogy bemegyünk-e vagy nem, ugyanis lehet, hogy ott van a szálloda valamerre, arra felé. Amúgy itt be lehet menni hajóval oda hátulra, vagy csónakkal ugye. És ami szépen néz ki. Tehát ugye ide el tudsz egyet jönni, vagy el tudunk jönni, nem tudom. Szerintem senki nem kérdezi meg, hogy itt laksz-e a szállodába, vagy nem laksz itt, vagy mit csinálsz. De hogy miért nincs itt sehol senki, nem tudom. Lehet, hogy bezárt. De miért zárt be, vagy még nem nyitott ki? Vagy lehet, hogy nincs itt senki. Hoppá! Amúgy nem tudom, hogy amúgy ide csak hajóval tudsz átjönni, vagy komppal, vagy valamivel gondolom, mert út ide nem jön, egyáltalán nem jön ide út. Amíg hajókat láttam erre fel, ilyen kisebbeket, nagyobbakat, na várj, valaki ott sétálott a tengerparton mögöttem, látod? Azok biztos, hogy itt voltak. Na várj, megnézzük ezt a csónakot gyorsan. Ilyen szép fényképeket lehetne ezzel csinálni, egy videókat. Lehet, hogy azért van, ami ide rakva. Jól néz ki, te! Vagy lehet, hogy azért, hogy belogd a vízbe, aztán tudja egyet vele menni. Látod, ilyen... Fú, de pici, te! Ez nagyon pici csónak. Na mindegy, elnézzünk egyet arra felé, és megnézzük, hogy ott mi van. Aztán megyünk tovább valószínű. Majd valamit akarok nektek mondani. Ugyanis egy pár változás lesz, nem egy pár, egy változás lesz jövő héttől itt a csatornán, több mint valószínű, majd elmondom később, meg elmondom, hogy miért jöttem végül is el erre felé a jetskivel. Majd otthon elmondom. Sétálok itt tovább, oda nézd, mit találtam ott, kengurut vagy rosszul látok? Vagy valamit? Kicsit közelebbünk, nem tudom, lehet látni a kamerám, vagy nem, ott ül a fa alatt. Lehet látni, vagy nem? Nem, jó a szemem, azt hittem, ha nem jó a szemem, de az. Nézd, közelebb menjünk egy kicsit hozzá. Látod, ott néz minket. Megpróbálok egy kicsit ráközelíteni. Hát, ha jobban lehet látni a kamerán, ott ül. Nézd, látod, ott ül. Közelebb menjünk. Talán nem fog elfutni. Jövünk. Eddig még nem ment el. Szép lassan próbálok jönni. Hát, ha meg tudjuk fogni. Nézd, ilyen kis picike. Oda nézzél. Na, szervusz, mi a helyzet? Nézd, mit hoztam neked. Végül semmit, de azért ide jöhet. Na mi a helyzet? Mi a helyzet? Na nem megy el. Ez ilyen szelid állat, látod? Na mi van? Na, hogy megharapjon. Ne, elment. Annyira nem fél mondjuk. Na szervusz. Mit hozzak neked? Kérsz valamit enni? Nézd, viszked, biztos bólás. Na gyere ide! Nem? Elmegy! Na ülj, visszamegyek a jetskihez, aztán azt hiszem, hogy megyünk tovább. Megálltam megint egyet, képzeld el! Arrébb jöttem egy kicsikét, nagyon fújasztó, próbálom takarni a kamerát, nem tudom, mennyit lehet majd hallani, mennyit nem. Megálltam egyet inni, mutatom, hogy hol vagyok. Itt vagyok egy másik szigetem. Ott álltam meg, látod? És... Erre mindjárt kicsit felsétálunk, kinézzünk ott a túloldalt. Ugye ez egy ilyen sziklás rész, ott jönnek be az utcáról a hajók, és arra van egy kikötő. Már ide felmászunk egy kicsit. Jaj. Nézd, látod, milyen homokos? Arra felé, ott van szemben. Surfösz ugye, ahogy látjátok. Ha arra elnézünk, akkor meg azért jöttem. Na mindjárt. Én most azt mondom, hogy iszok egyet. Na nézd, egy a jetski, azt hiszem, hogy meg kéne fogni. És nagyok a hullámok. Aztán megyek tovább megint. Hozzáérkeztem, ahogy látjátok. Kimostam a jetskit, magamat is, amit lezvonyoztam, meg is ebédeltem. És elmentem, vásároltam egy kisebb felfújhatós csónakot, ugye mi mást is. Mutatom. Jelenleg itt van, behoztam, ugyanis meg akarom próbálni, hogy lukas-e vagy nem. Azt mondták, hogy nem lukas, mert majdnem, hogy vadonatúj állapotban van. És pumpával nem jött.
Én kell bennem egy... nem bennem. Nézem egy pumpát, ugyanis van itt pumpa, látod? Végülis azért vettem, megmondom, hogy miért vettem. Azért vásároltam, mert a héten, hiszed vagy nem, de vásároltam egy hojót, rettentő izgatott voltam egész héten, ugyanis holnap megyek és veszem fel. Ez ilyen vitolás, hogy amit múltkor mondtam nektek, hogy lemaradtam róla. Ez hasonló, csak jobb állapotban, képzeld el, az a baja, hogy egy kicsit koszos. És hogyha megvan egy kicsit takarítva, meg rendben van rakva, akkor szerintem nagyon jó állapotban lesz, és nagyon jó lesz ez a hajó. Holnap megyek apukámmal reggel, és hozzuk haza a vizem. Ugyanis van a közepén van ez a tőkesúly, vagy micsoda, és nem lehet ugye utánfutóra rakni. Egy kicsit tartok tőle. Na minden. Amúgy, na látod, itt a motor, már ide készítettem, ugyanis visszaveszt a motort. Az a baj, hogy ez a motor rövidlábú, és lehet, hogy hosszú kell rá, de van rajta valamilyen akasztó, amit lehet állítani, úgyhogy talán jó lesz rá. Na minden, azért vásároltam ezt a csónakot, hogyha véletlen bedöglik a motor hazafelé, vagy akármi történik, akkor ezzel felfújjuk és ki tudunk evezni. Bár viszik magunkkal a másik csónakot is, de az ugye nagyobb, nehezebb, és na minden, biztos, ami biztos. Ma meglátjátok. Aztán töltem az akkumulátort, látod? Ugyanis az van benne akkumulátor a műszerekhez, meg minden, de le van merülve, én azt hiszem. Feltöltöttem nagyjából, úgyhogy ezt most kihúzom és ide leteszem. Aztán azt összeszedem. Amúgy nagyon jó áron megvettem, hiszed vagy nem, majdnem annyira, amennyi a múltkori volt, ugye, amit mondtam, és hogyha szépen meg van csinálva, szerintem jól fog kinézni. Nem is kell szerintem lefesteni, csak meg kell mondtam pucolgatni, mert megmutatom nektek holnap, ugyanis sok minden van benne, sok mindennel jön, sok szeméttel, ami valószínűleg szemét lesz, valószínűleg, hogy egy pár dolgot megtartunk, de ma meglátjátok. Holnap reggel jön apukám, felvesz, az öcsém is, elvisznek minket, mi kiszállunk apukámmal, végül is olyan helyen vettük meg, majd inkább megmutatom. Aztán, én mindent akármit is csinálunk, most ezt gyorsan összeszedem, és felpumpáljuk. Aztán remélem, hogy működni fog. Várjad, ide letesszük a kamerát valahol, ide. Na húzzuk! Elnézzük, hogy milyen van. Megváltozzá minden. Hoppá! Amúgy azt mondták, 250 kilót elbír, tehát én vagyok körülbelül mennyi? 65? 60? Még annyi se. Engem biztos, hogy elbír meg apukámat is. Itt egy dugó, ezt bele kell rakni ugye. Belepörgetjük. Megtaláltam a pumpát, úgyhogy most pumpálunk, oda néz. Hát tudod, ilyen szép, színes, kék, sárga, piros, mindenféle fajta szín van benne. Remélem, hogy nincs rajtaluk. Már azt mondták, hogy jött ilyen valami ragasztó, meg lesz se ragasztani, ha véletlen van rajta. Hiszen van, nem teljesen, de egy darabig. Nézd, így néz ki, nem pumpáltam fel teljesen, mert ugye nincsen sok értelme. Én úgy nézem, hogy nem ereszt. A közepét is fel lehet pumpálni, ugye van neki egy, kettő, három darab ilyen pumpálós valamilyen, tehát ha véletlenül kidurranik az egyik fele, a másik azért még mindig tart, és ilyen óceáni valami, amúgy elég nagy, tehát szerintem jó lesz, amúgy használtam, vettem, nem újonnan, és $30 vásároltam meg, képzeld el, ami szerintem nem olyan túl rossz, hogy ugyanis új állapotban ilyenek, olyan $200, 250, tehát $30, igaz, hogy használt volt, de azt mondta az illető, hogy kétszer, hogy használták, vagy háromszor. Ilyen öreg néni év volt, és valószínűleg az unokái használták, csak túl nehéz volt neki gondolom felpumpálni, vagy én nem tudom. De ahogy nézem, egy minta sincs, vagy nem minta, hogy ilyen sáros valami rajta, vagy semmi se. Talán itt egy picit lehet látni, de az a lényeg, hogy nem ereszt. Tehát én azt hiszem, hogy jó lesz. Na minden, ahogy mondtam, hogy rettöntő izgatott vagyok a holnapi naptól, de ezt valószínűleg a hajón fogom majd utána tartani, majd lehet, hogy nem. Majd látjuk. Ugyanis sose lehet, hogy bár, hogyha merül a hajó, és ugye pumpálni kell, akkor annyi időd úgy sincs, hogy felpumpálj, aztán beleüljél, de na minden, majd meglátjuk. Holnapra ez jó lesz, úgyhogy visszarakom a szatyorba, legalábbis abba, és ezt le kell ereszteni. Aztán bemegyek. Aztán iszok egyet, te. Én hogy csak hazajöttem, gyorsan megzanyoztam, ettem. És akkor írtak vissza, ugyanis már korábban írtam a nininek, hogy megvan-e még vagy nem, és akkor írt vissza, hogy megvan, de most menjek, mert elmegy otthonról. Úgyhogy mondtam, most mentem. Olyan szép. Na, úgyhogy amúgy ezt mind visszük holnap, látod?
Egy kicsit tartok, ugyanis 40 perc autóval még odaérünk, ahol van a hajó, és hajóval visszajönni. Én azt mondom, hogy egy egész nap lesz az, a vízen, ott lesz egy egész nap. Lehet, hogy még kettőt is van, remélem, hogy nem. Jó, te, egy kicsit félek. Na minden, majd meglátjuk, mi lesz volna. Ittam egyet! Felpumpáltam, leeresztettem, összecsomagoltam, az összecsomagolás egy kicsit lehet, hogy nehezebben ment, mint a bepakolás. Már nem, mint a kihúzás, ugyanis a kihúzás mindig egyszerűbb, mint a visszabepakolás, mert egy kicsit nagyobbra sikerült nekem összegyűrni, mint amekkora kellett volna lenni. Amúgy német, képzeld el, minden németül volt ráírva, egy ilyen kis pici szöveg volt angolul. Úgyhogy ez valami német csomag, hogy hogy került ide Ausztráliába, fogalmam nincsen, de na minden. Amúgy képzeld el, itt voltam, ugye felhoztam a jazzkét, és tudod, mit találtam ott lent? Tojást. Mármi nem olyan tojást, hogy ezt az ehető csirke tojást, lehet, hogy egy kígyó tojást, vagy lehet, hogy ilyen csúszomászó tojást, ami olyasmi, biztos olyan tojást, mert már szétszebb volt törve, tehát már kijött belőle a dolog, vagy az élőlény. Tehát remélem, hogy nem kígyó volt benne. Na mindegy, meglátjuk. Aztán valami komolyabb dologról beszéljünk. Ugyanis a csatornán változás lesz jövő héttől, tehát holnap még rendesen lesz videó, de jövő héttől változás lesz, ugyanis gondolkodtam már egy ide rajta, hogy elmegyek ugye megint szabadságra, mármint a videóktól ugye nem lesznek videók, de hogy mennyi időre, nem tudom. Gondolkoztam rajta, hogy egy pár hétre, egy pár hónapra. Ugye attól függ, hogy mikor, hogy van időm. Tehát, hogyha van időm, akkor tudok készíteni érdekes videókat. De amikor nincs időm, mert ugye más dologgal kell foglalkozni, akkor ugye nehezebb videókat készíteni ugye azokon a napokon, vagy azokon a heteken. Ugyanis ezek a videókat ugye általában mindig kigondolom nagyjából, hogy mi fog történni, hova megyek. Hogy érdekes legyen, tehát hogyha csak felveszem a kamerát és jön, ami jön, az általában olyan videó, hogyha gyorsan akarok valamit készíteni, ugye, és lehet, hogy nem annyira érdekes, mint mikor elmegyünk mondjuk egy szigetre, vagy akármi. Tehát én arra gondoltam, hogy egy ideig lesznek videók, de hetente csak egy, maximum kettő videó lesz, valószínűleg szombati és a vasárnapi napokon, ugyanis hétvégén lehet, hogy több embernek van ideje megnézni. Bár hogyha nem, akkor idei videó alá írjátok meg, hogy mit gondoltok róla, hogy melyik videó maradjon meg a hétvégiek, vagy pedig a hétköznapi. Mit mondasz, Nyuszmusz? Vidd vissza a Lukesznek. Tehát egy darabig valószínű, hogy hetente csak egyszer vagy kétszer lesz videó, hogy meddig, nem tudom, lehet, hogy egy pár hétig, lehet, hogy egy pár hónapig, de legalább ugye lesz videó, tehát azért gondoltam, azért mindig valami érdekes ugye történik, meg azért mindig tudok valamit filmezni, de sokszor, ahogy mondtam, nincs rá annyi időm, és nem akarok ugye unalmas videókat készíteni, csak azért, hogy ugye legyen videó azokon a napokon, ugye szeretek érdekes videókat készíteni. Ezért gondoltam, hogy egy ideig lehet, hogy csak egy vagy két videó lesz ugye hetente. Úgyhogy, ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy melyik napokon legyen, vagy melyik napon legyen, a hétvég lenne jobb, vagy a hétköznapi. Én azt mondom, hogy a hétvégi talán jobb lenne, mert akkor érdekesebb dolgokat tudok csinálni. Bár attól, hogy ugyan mikor dolgozok, de majd meglátjuk. Úgyhogy megnézzük most a Lukaszt, mit csinál. De ahogy mondtam, ez a jövőben majd lehet, hogy változni fog. Lehet, hogy majd minden nap lesznek ugye videók, úgy, mint egyszer volt régen is. Bármikor kezdtük, akkor hetente csak egyszer volt videó. Ugye, Lukasz? Emlékszel rá? Jó, mi a helyzet? Hetente egyetlen egy videó volt, és akkor is olyan videók, hogy ilyen... ha megnézed az első pár videóimat, akkor tudod, hogy miről beszélek. Ilyen leültem a szobába, a kártyatrükköket mutogattam, hogy sül a tojás itt Ausztráliában az udvaron. Emlékszel rá? Mikor kimentem és tojást törtem? Meg hasonló videók, aztán utána ment át ugye ilyen vlogos videóba a csatorna. Na, mit csinálsz? Semmit. Számítógépezel? Ja. Jó, rendben van. Megmutatjuk, mit számítógépezel? Nem, miért? Nem. Játszol. Valamivel. Úgyhogy, én azt mondom, ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, én semmi érdekeset nem fogunk csinálni, nekem el kell rohannom még a bankba, ugyanis ugye péntek van, és oda a kamerát nem tudom bevinni, aztán jövök haza valószínű, és izzadunk tovább, ugyanis meleg van, te, alig látom magamat megint. Meleg van, ami jó. Legalábbis, hogyha nem esik az eső, akkor jó, ugyanis, hogyha nagy meleg van, utána hirtelen szokott jönni a jégeső, de talán holnap nem lesz, úgyhogy hozzuk haza a hajót. Jaj, te, hogy mondtam, hogy rettentően félek. Nem azt, hogy nullán rettentően félek, de azért kicsit félek, ugyanis
hosszú, annyira hosszú, tehát pár órát jönni ott a vízen egy ilyen nagy hajóval, ugyanis ez egy 25 láb hosszú hajó. Na minden, ma meglátjuk. Mit? Jaj! Mit? Mi van ott? Ja, diszk. De azt nehogy kived. Játék. Tehát, hogyha holnap véletlen nem lesz videó, akkor az azért van, mert nem értem haza a hajóval, vagy elsüllyedtünk, legalábbis semmi, hogy nem süllyedünk el, vagy valami rosszul sült el, és nem értem haza, és nincsen videó. Te, na minden, hogyha már ennyit, mindenkinek további szép napot, hogyha napot jöreget, jó estét szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézzétek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!